két szakmában fodrász, festő, díszítő, mázoló és tapétázó összesen 11 mester végezte el sikeresen a képzést, és tették le hivatásukat illető esküjüket a kampusz étteremben. Az ünneplést azonban egyrészt hosszú, hónapokon át tartó tanulás előzte meg, hiszen a mestereknek elméletből és gyakorlatból egyaránt bizonyítaniuk kellett, másrészt pedig végig elengedhetetlen volt a saját hivatásuk iránti szeretet, illetve tisztelet. Gyermekkorom óta fodrász szerettem volna lenni, tehát már ovis koromban álmodoztam róla, hogy egyszer ott állok a szék mögött és lakkozom a vendégek haját. 22 éves korom óta folyamatosan dolgozom. Ez egy olyan szakma, amit folyamatosan frissíteni kell, újítani kell, tehát ez igényli a mai divatirányzat folyamatos követését. A mestervizsga talán magam szempontjából volt fontos, hogy mit tudok, és esetleg felmértem, hogy mire vagyok képes. Emellett úgy gondolom, hogy talán a vendégeknek is fontos lehet, hogy lássák, hogy igen, a fodrász meg tesz mindent annak érdekében, hogy az ő frizurájuk éppen trendi legyen. Szobafestő mázolóként végeztem, anno 31 évvel ezelőtt, úgymond. Hát miért is döntöttem? Hát anno végig is, mint a szakmának olyannak azért volt respektje, megbecsülése. Tehát anno azért végül is azért a fiataloknak azért túlnyomó többséggel nagyon sokan azért szakmába úgymond próbálkoztak, és a fele orientálódtak. Hát hogy miért festő? Tehát összességében anno még fiatalként ez nagyon még a szeretet az még nem nagyon volt meg, tehát valamit kellett választani, tehát én a szobafestést választottam, de hát végül is ez a szépen az évek alatt, ez végül is úgymond azt lehet mondani, hogy egy félig meddig szerelem, meg hobbim is nagy vonalakban lehet ezt mondani, hogy én szeretem azt, amit csinálok, és ezért is próbálkoztam ezzel a mesterképzéssel, hogy elvégezzem. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége büszke a frissen avatott mesterekre, akik egy képzésnek köszönhetően olyan biztos tudást szereztek, amely a jövő nemzedék számára is igazán jelentős. Született évekkel ezelőtt egy olyan megállapodás a gazdasági és az oktatási szférában, hogy szakmunkás tanulókat nagyon jó lenne, hogyha üzemi körülmények között tudnánk képezni, a gyakorlati képzést átadni. Ehhez viszont szükség van olyan oktatókra, akik ezt a tudást át tudják adni. Tudnak a fiatalokkal kommunikálni, beszélni, ismerik azokat a speciális helyzeteket, hogy a hátrányosabb helyzetet hogyan kell velük foglalkozni. És akkor az a megállapodás született, hogy ilyen képzőhelyeken csak mesterlevéllel rendelkező szakmunkások taníthatnak, vagy annál magasabb iskolai végzettségű. Na most ez ilyen mesterek régebben voltak, és ezeket a hagyományokat most mi felélesztettük, és különböző szakmákban immáron most már talán 160-180 mestert képeztünk ki. Ezek ragyogóan megállják a helyüket, azt kell, hogy mondjam, nagy büszkeségünk. És továbbra is a környékünk az Magyarország szakmunkás tanulóinak a versenyében egy előkelő helyet foglalnak el. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára úgy fogalmazott, a mestervizsgát tett szakemberek szerda délután szakmájuk diplomáját vehették át, ez pedig nem csak nekik, de a gazdaságnak is fontos momentum. Én azt gondolom, hogy ez nem csak az ő életükben fontos, hanem a gazdaság számára is fontos, és ha a gazdaság számára fontos, akkor természetesen a kamara számára is fontos, hiszen a kamara, mint a gazdaság, a vállalkozások szervezete, a munkaerőpiaci igények közvetítője odafigyel arra, hogy mi zajlik a szakmunkás képzésben, hiszen a szakmunkások a gazdaság utánpótlásai egyrészt, és hát ezért van az, hogy a kamarának elég sok feladata van a szakmunkás képzéshez kapcsolódóan, főleg a gyakorlati képzésben, és hát tulajdonképpen ennek a csúcsa a mesterképzés, amikor ezek a szakemberek eljutnak egy magasabb szintre, és hát ez az ünnepség pedig olyan értelemben a csúcsa, hogy itt most megérdemelten átveszik ezeket a, merem mondani, hogy diplomákat, hiszen az ő szakmájukban ez a mesterlevél, ez a diploma. A mesteravató ünnepség a mesteroklevelek átadásával zárult.